Körülbelül 8 éve lett bekerítve, és hát azért lett bekerítve, hogy a vadak ne jöjjenek be. És először azt gondoltam, hogy talán a borz, de hát lehet, hogy az is, de ezek a túrások, ez egyértelműen a vaddisznó kártevésére utal, meg az ilyen teknőtárs magának. Ezt mondja egy Szekszárdon élő tanya tulajdonos, akinek kertjébe és veteményesébe visszajárnak az őzek és a vaddisznók. A külvárosban élő lakóknak a szőlőrügyek megrágása, a nagytestű szarvasok taposása és a vaddisznók túrásai okoznak bosszúságot és jelentős kárt. A vadak túlszaporodása miatt az utóbbi 2 évtizedben a térített vadkárok összértéke országos szinten 2 és 2,5 milliárd forintot tesz ki, fejtette ki Király István vadkár szakértő. Ennek az az oka, hogy az elmúlt 10 évben rohamosan nőtt Tolna megyében a vaddisznók száma. 2010 és 2013 között, azaz 3 év alatt 64%-kal nőtt a számuk. Emellett a gím és dámszarvas túlszaporodása is jellemző, mondta Király István vadkár szakértő. Tolna megyében gyakori gond, hogy ezek a vadak kárt okoznak a gazdálkodók kukoricájában, gabonájában, sőt, még a bekerítetlen kiskertekben is. Elsősorban, és ez már régóta a vadgazdálkodás, mint szakmán nyomásként ott van a vállám, a nagyvadállománynak a csökkentése lenne az elsődleges feladat, illetve hát egy olyan állományszint elérése, amely ezt a problémát valamilyen szinten kezeli. Nyilván a mezőgazdasági vadkár, vagy akármilyen vadkár nullára nem csökkenthető, mindig is lesz, de az elviselhetőség szintjére csökkentés az egy elvárás lenne. A vadgazdálkodási adattár legfrissebb eredményeiből kiderül, hogy Tolna megyében 104 millió forint volt a mezőgazdasági vadkárok térítésének összege. Ezzel országos szinten a 7. helyen áll Tolna megye.